A Tamási és környéke szociális központ alapfeladatai közé tartozik a rászorulók segítése a mindennapok folyamán, mely feladatot az ünnep közelettével különböző adományosztással is kiszélesítették, mondta el az intézményvezető. Ezt az idei évet azt gondolom, hogy talán sikeresen zártuk. Lehetőségünk volt tartós élelmiszert gyűjteni és adományozni rászoruló családok, illetve gyerekek részére. Több száz élelmiszercsomagot sikerült kiosztanunk még karácsony előtt, valamint Tamási Város Önkormányzata segítségével több száz cipős doboz szintén sikerült gyermekekhez eljuttatnunk. Úgyhogy ezt nagyon nagy sikernek könyveljük el az idén. A szociális központ vezetője egy helyi üzletlánc igazgatójával hozta meg azt a döntést, még az ünnepi időszak elején, hogy közösen valósítanak meg egy meleg egytál ételosztást a városban élő rászorulók számára. A kezdeményezést hagyományteremtő szándékkal hívták életre. Az esemény plakátját a közösségi oldalon is megosztották, hogy a lehető legtöbb emberhez eljusson. Most először történhetett meg az, hogy egy tál meleg ételt tudjunk adni a rászoruló embereknek, családoknak, gyermekeknek. Ennek annyi a háttere, hogy egy helyi üzletlánc vezetőjének segítségével, Viola Szabolcsal álmodtuk meg ezt az ötletet, és valósítottuk meg. Így a két cég, intézmény összefonódásával születhetett meg ez a mai rendezvény. A rászorulók számára nagy segítség volt, hogy előzetes egyeztetés alapján el is hozták őket a rendezvénytérre, ahol személyesen vehették át az egytál ételt. A 60 tál babgulyás mellé egy-egy jó szóval is készültek a szervezők.